Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egyszerelmi jóslás a 12 csillagjegy részére. Mivel az asztrológiai év a kos jegyével indul, én is ezzel indítanék. Itt van a kos jegye. Ha a te aszcendentusod a kos jegyében van, akkor a te személyes bolygód Mars bolygó. És megnézzük, hogy mi vár rád, ha a kos jegyében születtél, mint én például, hogy mi történik így a közeljövőben. Itt megjelenik a felhő. Valami még átláthatatlan. Ez lehet a munkahelyi helyzet, ezek lehetnek döntések, te még bizonytalan vagy, hogyan kellene dönteni, lehetnek családi kapcsolatok. Az is előfordulhat, hogy ő nem beszél nyíltan a terveiről, vagy az érzelmeiről, és ezért jelenik meg a felhő a párkapcsolatban, mert számodra mindez olyan bizonytalan. A felhő az egy időkártya, és jelent fél évet. Visszagondolhatunk arra, mit, hogyan éltünk át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy egy esemény megismétlődik, vagy valaki visszatér a múltból, akiről fél évvel ezelőtt hallottál. Persze, ez a felhő, ez a fél év lehet a jövő is, hogy fél éven belül tisztázódnak bizonyos dolgok. A bika jegye itt látható. Ha a bika jegye a te aszcendentusod, akkor a te személyes bolygód az Vénusz bolygó. Mi történik a bika jegyében születetteknél, így a közeljövőben? Megnézzük, hogy mit mutat ez a kártya. Itt látható ez a koporsó. Ez lehet például egy örökösödési ügy. De ennek a kártyának inkább olyan szimbolikus jelentése van, jelenthet régi dolgokat, emlékeket, vagy egy régi barátság tér vissza hozzád. A koporsó az lehet egy ilyen szünet jelenleg, hogy ő visszahúzódó, csendes, nem beszél veled, vagy leblokkolt téged, erre is utalhat. De jelent régi dolgokat is, régi barátságokat, emlékeket, vagy egy régi házat, ha például azt tervezed, hogy vegyél egy házat, akkor itt ez a kártya utalhat egy régi objektumra is. És itt látható az ikrek jegye, ha a te aszcendentusod az ikrek jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Merkur bolygó. Mi történik a közeljövőben? Itt látható a virágcsokor. Ez jelentheti a te szépségedet, a jó ízlésedet, vagy hogy megszépítesz valamit a környezetedben. A munkáról van szó, az lehet egy kreatív tevékenység. A virágcsokor az lehet egy kellemes meglepetés, egy látogatás, egy meghívás, vagy valaki megajándékoz téged. Itt látható a rák jegye. A rák az aszcendentusod, e felett a hold uralkodik, és itt van egy kapcsolat a holddal. Megnézzük, hogy mi vár rád, a rák jegyében születetteknél. Itt látható a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat,
lehet egy nyeremény, vagy egy jó munkahelyi ajánlat, jelenti a boldogságot a párkapcsolatban. A virágcsokor és a négy levelű lóhere jelenti az időt is. Ez a kártya a tavaszt szimbolizálja, és a négy levelű lóhere április hónapot, hogy akkor lesz egy új kezdet, vagy több szerencse, vagy fontos események. Itt látható az oroszlán jegye. Ha a te aszcendentusod az oroszlán jegyében van, akkor van egy kapcsolat a nappal. Mi vár rád a közeljövőben? Itt látható a hajó. Ez jelenti a reményt, hogy megvan a remény arra, hogy minden jól alakuljon. A hajó az lehet külföldi kapcsolat, hogy ő külföldön él, vagy terveztek egy közös utazást. Ez az utazás, ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Ami a munkát, hivatást illeti, ez lehet egy külföldi ajánlat, vagy egy belső út, egy spirituális terület. Itt látható a szűz jegye, ha a te aszcendentusod a szűz jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Merkur bolygó. Megnézzük, hogy mi vár rád. Itt látható a fa. Ez jelenti a biztonság érzetét, ahol úgy érzed, hogy le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a lakhely, vagy egy stabil párkapcsolat. Ez a fa jelenti a türelmet is. Légy még kicsit türelmes, amíg kialakul valami. Hiszen a fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. Amit ez a fa még jelent, a gyógyító erő. Most lesz gyógyulás. Vagy lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen, mint például egy orvos. Itt látható a mérleg jegye. Ha a te aszcendentusod a mérleg jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Vénusz bolygó. Mi vár rád? Itt látható a park. Ez jelenti a nyilvánosságot, hogy te megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, vagy valamit szeretnél megjelentetni a nyilvánosságon, ez lehet egy könyv is például. Ez a park jelenti a természetet, vagy azt is, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon. Itt látható a szkorpión jegye. Ha a te aszcendentusod a szkorpión jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Mars bolygó. Mi vár rád a közeljövőben? Itt a ház látható, az jelenti az otthonodat. Lehet, hogy elköltözöl, vagy változik valami az otthonodat illetően. Ez a ház lehet egy ingatlan bérlete, vagy vétele, vagy egy ház eladása, és gyakran jelenti a szülői házat, a rokonokat. Amit a ház még jelent, itt van a fundament, és erre ki lehet építeni valamit. Ez kihathat a munkádra, vagy kihathat a párkapcsolatra. Ez lehet egy közös otthon tervezése is, ami a munkát illeti, vagy otthonról dolgozol, vagy ingatlanokkal foglalkozol, vagy szeretnél kiépíteni valamit. Ez lehet egy saját cég tervezése is.
Itt van a nyilas jegye. Ha a te aszcendentusod a nyilas jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Jupiter. És mi vár rád, ha a nyilas jegyében születtél? Itt van a gyűrű, ez jelent kapcsolatokat, szerződéseket, ez lehet egy eljegyzés vagy házasság, amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Itt látható a bak jegye. Ha az aszcendentusod a bak jegyében van, akkor a te személyes bolygód az Szaturnusz bolygó. Mi vár rád, ha a bak jegyében születtél, tehát ha a napod a bak jegyében van? Itt láthatóak az utak, itt lesz egy új irány, változások, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az is lehet, hogy ő hoz döntéseket. Az utak lehetnek találkozások is, amikor a sors utatok újra kereszteződik. Itt látható a vízöntő jegye. Ha a te aszcendentusod a vízöntő jegyében van, akkor a személyes bolygód az Szaturnusz bolygó, ugyanúgy, mint a bak jegyénél. Az én aszcendentusom szintén a vízöntő jegyében van. Én a kos jegyében születtem, az aszcendentusom az a vízöntő jegye. Mi vár rád akkor, ha a vízöntő jegyében születtél? Itt látható a ravasz róka. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Ez lehet egy negatív érzelem is, mint például félelem, vagy lehet egy rossz döntés. De ez a ravasz róka lehet egy ravasz, hamis személy is, aki figyelget téged, ki akar használni, hazudik, vagy becsap téged. Légy óvatos. És itt van a halak jegye. A halak jegye felett Jupiter bolygó uralkodik, ha az aszcendentusod a halak jegyében van. És ha a halak jegyében születtél, akkor mi vár rád a közeljövőben? Az itt látható, a madarak jelentik a mozgást, a könnyűséget, a vidámságot, és szimbolizálják a kommunikációt. Valaki keresi veled a kapcsolatot, hiszen beszélni akar veled. És ez volt, ez az aktuális jóslás az egyes jegyekre, és én örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, hogy tetszett-e ez a jóslás, leírhatod azt is, hogy mi az aszcendentusod, vagy melyik jegyben születtél, azon kívül írd le a véleményedet. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék neki, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Aminek még örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!